Ez egy áramvonalas, GPS-es, térképes navigációs kerékpáros komputer, a Brighton Aero 60. Idehaza pár éve robbant be a Brighton GPS-es kerékpáros márka, és annó nagy hangsúlyt fektettek a belvecsre, kevesebbet a külcsínre, és így jöttek létre nagyon jó árérték arányú, nagyon okos kerékpáros komputerek, amiket elég hamar sokan megszerettek. Az elmúlt néhány évben viszont olyannyira kikupálódott a dizájn is, hogy most már itt van egy áramvonalas házba tervezett, GPS-es, térképes navigációra is képes és nagy tudású kerékpáros komputer. Sőt, éppen most adták ki a mobilos apjuk újra gondolt, még szebb változatát, a Brighton Activot. Első körben azt gondoltam, hogy jó ötlet lesz házi eszközökkel tesztelni a kütyű aerodinamikai tulajdonságait, de aztán hamar be kellett látnom, hogy ez egy nem túl jó ötlet. De aztán közben rájöttem, hogy a feleségem az éppen a BME áramlástan tanszékén dolgozik, gyakorlatilag egy szélcsatornában. Nézzétek, ő az ott az a hátsó kis dummy emberke. Meg ez a szélső, ez szintén ő. Szóval megkérdeztem a véleményét, és egy félmosollyal az arcán fogadta a kérésemet, mert az odáig rendben van, hogy szélcsatornában ki lehet mutatni a különböző kerékpáros testpozíciók áramvonalasági tényezőit például, de egy ilyen kis kütyű az olyan elhanyagolható mértékű változást hoz egy teljes kerékpáros méretéhez képest, hogy maximum egy kinagyított modellel lehetett volna ezt valahogy mérhetővé tenni. Aztán elmagyaráztam neki, hogy manapság egy igazán elszánt kerékpáros nem sajnálja a pénzt meg az időt egy fél grammal könnyebb szelepsapkáért sem, úgyhogy ha akár pár másodpercet is lehet nyerni egy ilyen áramvonalas kütyűvel, akkor már megérte. Szóval ezek alapján osztott szorzott, meg leírt egy csomó bonyolult képletet egymás után, meg egymás elé, hogy ne veszünk el feleslegesen a részletekben nagyon sok külső tényezőt nem vett figyelembe, és az az eredmény jött ki, hogy 180 km-en, ami pont annyi, mint egy hosszú távú triatlonverseny kerékpáros száma, szóval egy ilyen 180 km-en összehasonlítva egy nem áramvonalas, szögletesebb formájú kerékpárkomputer, akár 10-12 másodperc is lehet a differencia. És azt még hozzá se vettük, hogy az Aero konzollal a kormány síkjába lehet helyezni ezt a komputert, amivel valószínűleg még lehet nyerni. Ezen most valószínűleg a legtöbbetek kacag egy nagyon jó, de azok, akik mondjuk nagyatádon szeretnének bemenni mondjuk 10 óra alá, azoknak mondjuk nem mindegy, hogy az idejük 10:00-10 másodperc lesz, vagy 09:59:58. Egész máshogy néz ki, higgyétek el. Tehát, hogyha valakinek minden egyes lefaragott másodperc számít, akkor annak ajánlom az Aero 60-at, már csak az áramvonalassági előnyei miatt is. De nem csak nekik érdemes tovább nézni ezt a videót, mert az Aero 60 például olyat is tud, mint hogy térképes navigáció. Ami navigáció valahol félúton jár a mobiltelefonos applikációk által megszokott navigációs tulajdonságok és egy tök egyszerű csiganyálas nyomkövetés között. Mert hogy van egy grafikus, részletes utcatérképünk, OpenStreetMap alapú, tehát a bringautak és a túraösvények is látszanak rajta, és erre a térképre tölthetünk be útvonalakat három különböző módon. Az első módszer a Brighton Active telefonos app, vagy a netes Brighton Active felület, ahol az OpenStreetMap-re bögdösve adhatjuk meg az útvonalpontokat. Ekkor az app a térképen jelölt utakra rajzolja be a követendő vonalat, és a tapasztalataim szerint ez csak aszfalt utakra hajlandó megtenni. Az appból aztán egyetlen gomnyomással tudjuk tovább küldeni a nyomvonalat a kütyüre, és indulhat a tekerés. A második lehetőség, ha egy GPX fájlt közvetlenül átmásolunk vezetékes kapcsolaton a számítógépről a Brightonunkba, és ebben az esetben nyilván úttípustól független nyomvonalunk lehet, és így akár a haver előző edzésének nyomvonalát is követhetjük, földúton, patakokon, meg árkombokron keresztül. A harmadik opció pedig, hogy magán a Brighton komputeren az egyik előzőleg rögzített tevékenységünkből generáltatunk egy nyomvonalat. Ebben az esetben nem tudjuk megfordítani az útvonal irányát, sőt igazából egyik esetben sem, így hogyha eltévedünk és visszaszeretnénk jutni oda, honnan jöttünk, akkor egy kicsit variálni kell. Ez a variálás egyébként csak annyit jelent, hogy az útvonal végpontjától egy kicsit visszágurulunk 10 métert, akkor indítjuk el, és akkor nem fogja azt hinni, hogy megérkeztünk oda, hova akartunk, és szépen követhetjük a csiganyálat odáig, ahonnan jöttünk. Ha mobilon terveztük meg az útvonalat, akkor navigáció közben kijelzi a következő utca nevét, és jelzi, hogy ha letértünk az útvonalról, de menet közben nem tervez nekünk újra, és azt sem mutatja meg, hogy melyik irányba tudunk visszatérni a csiganyálunkra. Tudunk a térképen viszont közelíteni, távolítani, csekkolhatjuk a szintérképet, és ez a néhány negatívum, amit említettem, ez is olyan, amit szoftveresen lehet utánállítani, és a Brighton eddigi ténykedését figyelembe véve, erre joggal számíthatunk is a jövőben. Az ecés tervezés funkció az nagyon régen volt, aztán eltűnt, aztán most újra van, vagy legalábbis applikáción keresztül is tudsz edzést tervezni. Kifejezetten részletesen beállítható hasznos funkció, aki edzéstel szerint készül, az nagyon fogja ezt szeretni. Az adatlapon látható infókat a kütyön és az appon keresztül is tudjuk babrálni, az összesen több mint 78 funkciót a 6 oldalon, oldalanként 10 helyen tudjuk szanaszét szórni, úgy, ahogy nekünk tetszik. Elektromos váltóval rendelkezők számára
info, hogy a Shimano DI2, a SRAM ETAP és a Campagnolo EPS elektromos váltórendszerével is kompatibilis, ami annyit tesz, hogy láthatjuk rajta az aktuális áttételt és az akku üzemidejét is. Nem beszéltem még az útvonal rögzítésről, mert hogy azt is tud, megnyomod a gombot, elindítod, megállítod, be tudsz állítani autókört, idő, hely és helyszín alapján is, tudod szinkronizálni Strava, Training Peaks meg egyéb számomra kevésbé ismert külső alkalmazásokkal, és menet közben okos értesítéseket is mutat, ha a zsebedben lévő telefonodra hívásod vagy üzeneted érkezik. Az új applikációnak köszönhetően már azonnali a telefonos szinkronizáció, amint megállítottad és elmentetted az edzést, az pár másodpercen belül a telefonodon is megjelenik. És a szinkronizációt Bluetooth-on vagy Wi-Fi-n keresztül is meg tudod tenni. Ez is teljes GNSS támogatással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az amerikai, az európai, az orosz, a japán meg a kínai műholdakkal is képes kommunikálni, tehát most már nem tudsz elbújni, biztos, hogy talál majd jelet. A kütyű akku ideje az akár 32 óra is lehet a felhasználás módjától függően, de 1-2 óra alatt fullra fel tudod tölteni USB porton keresztül. A tesztre kapott csomag full extrás volt, volt benne sebességszenzor, pedálfordulatszenzor, kaptam pulzusmérőt is hozzá. Mindegyik kommunikál Bluetooth-on és ANT Plus kapcsolaton keresztül is, tehát oda-vissza kombinálhatod más eszközeiddel, meg kütyüjeiddel, akár a mobiltelefonos Endomondo applikációval is tudod a pulzusmérőt használni, ha akarod. Az új applikáció a szebb és jobb, mint az elődje, bár a telepítés után volt némi szinkronizációs anomáliám, de ez néhány újratársítással megoldódott. Ja, és így a végére még egy érv a Brighton mellett, a széleskörű magyar support, vagyis magyar támogatás, ha már magyar nyelvűről van szó, aminek a legnépszerűbb megtestesülése az a Minden, ami Brighton Facebook csoport, ahol a forgalmazó és a többi Brighton felhasználó is segíti azokat, akik valamiben elakadtak, vagy valamilyen kérdésük lenne a Brightonnal kapcsolatban. Hú, azt hiszem ennyi, remélem nem hagytam ki semmi fontosat, szóval ez most a Brighton jelenlegi csúcsmodellje, a Brighton Aero 60, amit elsősorban ambíciózus országúti kerékpárosoknak ajánlok, meg mindenkinek, aki szereti.